Akkor készítsük el az első állományunkat, illetve könyvtárunkat Visual Studio Code-ban. Most kattintsunk az Open Folder-re, és a dokumentumok mappában fogok én létrehozni egy új mappát webszerkesztés néven. Ha egy mód van rá, webszerkesztésnél ne használj sose ékezetes könyvtárneveket. Tényleg csak a gond van velük. Voilà! Létrejött a webszerkesztés könyvtár, és meg is nyitotta az Explorerben a Visual Studio Code. Ezen a webszerkesztés könyvtáron belül fogok én folyamatosan dolgozni, neked is ezt ajánlom, és minden egyes külön weboldalnak problémának, hiszen webet fogunk szerkeszteni benne, készíts új könyvtárat, és abban dolgozz további könyvtárakkal, állományokkal. Így fogok tenni. Tehát a webszerkesztésen belül létrehozok egy new folder-t, tehát egy mappát, amely vagy könyvtárat. Ennek a neve az lesz, hogy alapstruktúra. Ugyanis majd az alapstruktúrával fogunk először megismerkedni. Tehát ez továbbra is egy mappa, egy könyvtár. Ezen a mappán belül, ő van kijelölve, hozok létre egy index.html állományt. Látod, megjelent előtte a kiterjesztés miatt egy kis ikon, amelyik arra utal, hogy milyen struktúrája lesz az adat szerkezetnek az adott állományon belül. Ütök egy Entert, és már is a Welcome képernyő mellett megnyitotta az index.html. És készen van az első HTML állomány.